Évelei áfa csökkentés. Átlagosan 30-40%-kal megugrott a kereslet a csirkehús iránt január első két hetében. Ilyen fogyasztói árakra az elmúlt 10-15 évben nem volt példa Magyarországon. Még mindig kevés a programozó. A súlyos helyzet miatt több cég már saját magának képez szakembereket, a piac pedig gyors tanfolyamokkal reagál a problémára. Felvételi az egészségügyi karon. Az alapszakokra idén is elég 280 pont. A középiskolások február 15-éig jelentkezhetnek. A tapasztalatok szerint az év elejé áfacsökkentés miatt átlagosan 30-40%-kal megugrott a kereslet a csirkehús iránt január első két hetében. Ilyen fogyasztói árakra az elmúlt 10-15 évben nem volt példa Magyarországon. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A felfokozott kereslet miatt a következő hónapokban áremelkedés várható a csirkehúsnál. Az illetékesek ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, a madárinfluenza járvány miatt nem lesz áruhiány a csirkehúsból a boltok polcain. Január 1-jével a korábbi 27%-ról 5%-ra csökkent a csirkehús áfája. A tavaly évvégi prognózisok ugyan előrevetítették a forgalom növekedést, azonban a január első két hetében tapasztalt 30-40%-os keresletemelkedésre a termelők, a feldolgozók és az áruházláncok sem számítottak. Az első héten egyébként nem 30-40%-kal, hanem 3-4-szeresére ugrott a megrendeléseknek a mértéke. Tehát az iparágban dolgozók évtizedek óta nem láttak ilyen mértékű keresletet a baromfi termék. Aztán az első hét után ez valóban erre a 30-40%-os emelkedésre mérséklődött. A magyar fogyasztók az áfa csökkentés hatására olyan fogyasztói árakkal találkoztak, amit utoljára a magyar piacon a kiskereskedelemben 10-15 évvel ezelőtt láthattak a fogyasztók. A cégvezető szerint azonban a következő hónapokban a bérterhek növekedése és a nagy kereslet miatt drágulhat a csirkehús. Nagy valószínűséggel egyébként ez a felfokozott kereslet valamilyen szintű áremelkedést is fog maga után hozni, aminek azért nyilván oka az is, hogy január 1-től a feldolgozókra, illetve hát a termelőkre is egy megnövekedett bérteherrel kell szembenézniük. Nagyobb ünnepek környékén az áruházak azért igyekeznek különféle akciókkal becsalogatni a vásárlókat, tehát valóban ott is szerintem attraktív árakkal fognak találkozni a kedves fogyasztók. Ezek az akciók, ha lemennek, egy kicsit emelkedik, ugye az akció lejárta után a fogyasztói ár, szerintem a húsvéti időszakra megint próbálnak az áruházak a fogyasztóknak tetsző árakkal kereskedni. Tavaly több megyében is megjelent a madárinfluenza vírusa, emiatt számos állattartó telepen kellett kényszervágást elrendelniük a hatóságoknak. A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára ezzel kapcsolatban szerkesztőségünknek korábban elmondta, nem kell attól tartani, hogy a fertőzés miatt hiány alakulhat ki a boltok polcain a csirkehúsból, mivel a vírus nem a csirketartó telepeket veszélyezteti. A kacsa-liba tartásmódja és a pecsenye-csirke tartásmódja döntően különbözik egymástól. Addig még a víziszárnyasok azok zömmel külső tartási módban vannak, de sokkal könnyebben érintkezhetnek a vadon szálló madarakkal és így a fertőzéssel is, a madárinfluenza vírusával. Ezért őket le kellett vágnunk megelőzés céljából. Ezért hiányzik lehet a polcokon, és már tapasztaljuk is, hogy jóval kevesebb mennyiség van az áruházak polcán. Ugyanakkor a csirkehús, a pecsenye csirke, broiler csirke tartási módja az mindig zárt tartási módban van, tehát ott a védekezési lehetőségünk és a megelőzési lehetőségünk sokkal erősebb és sokkal jobb, mint a víziszárnyak esetében. Ezért a csirkehús terén egyáltalán nem számítok hiányra február hónapban. A madárinfluenza járvány miatt a liba és kacsahúsból csak részben tudják biztosítani a beszállítók az üzletláncok által megrendelt mennyiségeket. Mintegy 40 000 programozó hiányzik a munkaerőpiacról. A súlyos helyzet miatt több cég már saját magának képez szakembereket, a piac pedig gyors tanfolyamokkal reagál a problémára. Van, ahol akár 18 hét alatt szerezhető piacképes szaktudás. A képzések iránt megnőtt az érdeklődés, hiszen egy kezdő programozó akár nettó 250 000 forintot is kereshet.
A fejlesztői, programozói munka egyik szépsége, hogy akár rugalmas munkaidővel vagy otthon is végezhető, ezért és a munkaerőpiaci hiány miatt is egyre többen érdeklődnek a programozó képzések iránt. Akadnak olyan cégek, amelyek maguknak képeznek szakembereket, de több vállalkozás tanfolyamokat indít, amelyeken a piaci igényeknek megfelelő naprakész tudást szerezhetnek viszonylag rövid idő alatt a résztvevők. Van olyan kurzus, amely 18 hét alatt biztosít piac képes szaktudást. Azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, rengetegen szeretnének pályát váltani, átképezni magukat informatikussá, programozóvá, mert hogy ezt nagyon érdekes maga a szakma, másrészt az anyagi juttatások is az átlag felettiek a többi szakmához viszonyítva. A budapesti viszonylatról beszélek, akkor itt nagyjából egy kezdő fizetés, egy teljesen kezdő junior programozónak a fizetés, ez nagyjából 250 nettótól indul. Ez a teljesen kezdő. Tehát így van, amikor már valaki tapasztalt, senior, akkor ezek a fizetések duplázódnak, triplázódnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az átlagtól is nagyobb a probléma. Sok szakember a fővárosba megy, vagy külföldön vállal munkát. Ma Magyarországon az Informatikai Vállalkozások Szövetsége szerint közel 40 ezer állás betöltetlen az informatikai programozói körben. Szabolcs-Szatmár-Berekben ugye nyilván a munkaerő tekintetben még inkább hátrányos, tehát az elvándorlás miatt mondhatom, még inkább kevés a képzett szakember nálunk. A felnőttek átképzése mellett a helyzet javítása érdekében fontos a fiatalok képzése is. 6-tól 18 éves korig várjuk a programozni vágyó gyermekeket. Digitális írásoktatással kezdünk a legkisebbeknél, a későbbiek folyamán ez egészen már a nagyobbak 18 éves korig a robotikáig elindulhat. A legfontosabb számunkra az élmény alapú oktatás. Ezáltal nő a gyermekeknek a logikus gondolkodása, a probléma megoldó készsége. Az élményalapú oktatás igen fontos, ennél a csoportnál is arra törekedtek, hogy a gyerekek érdeklődésének megfelelően alapozzák meg a programozást. Ezen az órán egy lövöldözős játékot fogunk készíteni. Szerintem nem csak a fiúk csinálják ezt a programozást, a lányoknak is való, mert hát mi is tehetségesek vagyunk, és én szeretem ezt csinálni. Ugyan ezek a gyermekek körülbelül 10 év múlva lesznek programozók, de a szférában dolgozó szakemberek azt mondják, a jelenlegi mintegy 40 ezres munkaerőhiányt nem lehet kizárólag intenzív tanfolyamokkal megoldani. Már a bekerülési minimum ponthatár elérésével felvehetik a diákokat a Debreceni Egyetem egészségügyi karára. A középiskolások ebbe az intézménybe is február 15-ig jelentkezhetnek. Nyíregyházán jelenleg 1350 hallgató folytatja tanulmányait. A tavaly elindított egészségügyi béremelés tovább növelheti az érdeklődők számát. Egyre több egészségügyi dolgozó, köztük ápoló hagyja el Magyarországot az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatai szerint. A kiadott hatósági bizonyítványok alapján az is látható a táblázaton, hogy a legtöbben Németországban vállalnak munkát, ami 2015-ben egész évben összesen 707 szakdolgozó hagyta el hazánkat, ez 2016-ban már az első fél évben közel 400 fő volt. A munkaerő itthontartása érdekében lépett tavaly a kormány, ez növelheti a Debreceni Egyetem egészségügyi karára jelentkező hallgatók számát is. Egy bérmegállapodást sikerült kötni ugye a kormánnyal, ami azt jelenti, hogy ebben az évben egy 26%-os béremelés történt az egészségügyben dolgozók körében, illetve a következő két évben további jelentős béremelés várható ebben az ágazatban. A felvi.hu legfrissebb adatai szerint a diplomaszerzés után egy hónappal az orvos és egészségügyi hallgatók 64,9%-a szerez állást, így a képzési területek közül itt a legtöbben. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán jelenleg 1350 hallgató tanul. A most érettségizők február 15-ig jelentkezhetnek ebbe az intézménybe is. Az alapszakok esetében a bekerülési minimumot, a 280 pontot kell elérni a végzős középiskolásoknak. Szülésznő, mentő, tisztápoló, védőnő, egészségügyi szervező, illetve a társadalomtudományi képzési területen pedig a szociális munka alapszakra várjuk a hallgatókat. Ami újdonság volt, és a tavalyi évben indítottuk, az az egészségügyi tanármesterszak volt, ez nagyon népszerű volt tavaly, körülbelül 100-an jelentkeztek erre a szakra, de továbbra is az ápolásmesterszak,
és a szociális munka, szociális gazdaság, illetve egészségügyi szociális munka mesterszakukra is várjuk a jelentkezőket. Az intézmény érettségi előkészítőt is indít majd. Ez főleg azoknak jelent segítséget, akik szociális munka alapszakra jelentkeznek. Nekik ugyanis kötelező egy emelt érettségi. Az egészségügyi karon az ápolómesterképzésen már 6 specializáció közül választhatnak a hallgatók, de az alapszak esetében is kompetencia bővítés volt, így már több feladat önálló ellátására is képesek lesznek a diplomás szakemberek. Sok probléma van a 2017-es új érettségivel, hangsúlyozta az MSZP mai sajtótájékoztatóján Jeszenszky András, a párt nyíregyházi elnöke. A szakgimnáziumokban idén már kötelező lesz a diákoknak a tanult szakmai tantárgyat választaniuk 5. érettségi tantárgyként, említette a politikus, holott korábban szabadon választhattak a diákok. Az MSZP városi elnöke kifogásolta, hogy a követelményrendszer is csak december végén jelent meg, tehát 3 hónap maradt a diákoknak a felkészülésre. Több szakgimnazista szót emelt ez ellen, és a Tanítanék mozgalom is demonstrációt hirdetett. Egy civil kezdeményezés indult elsősorban diákok részéről, akik tiltakoznak az 5. szakmai érettségi tárgy kötelezősége ellen, és mindenképpen segíteni szeretnénk, hiszen szakmailag egyértelműen igazoltnak látjuk azt a tiltakozást, amit ezek a civilek elindítottak, és éppen ezért minden lehetséges módon segíteni kívánjuk őket, akár aláírásokkal, akár úgy, hogy sajtótájékoztatón hangot adunk ennek, illetve a közösségi felületeken is támogatni szeretnénk őket, és erősíteni ezt az akciót, hiszen több tízezer gyermeknek a jövőjéről, a sorsáról, a pályaválasztásáról szól ez az érettségi tantárgy. 3 lépcsős intézkedési csomagot vezetne be a Jobbik a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, közölte Adorján Béla a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A Jobbik megyei elnöke szerint erre azért van szükség, mert szerinte a politika sokszor hatással van az eljárásokra. Az intézkedés egyik eleme lenne, hogy 1 milliárd forint fölötti beruházás esetén vagyonnyilatkozatot kérnének a vállalkozásoktól, de az is bekerülne a törvénybe, hogy részfeladatokra bontható legyen egy-egy közbeszerzési csomag, hangzott el a sajtótájékoztatón. Létre fogunk hozni egy olyan szervet, aminek most nevezzük közbeszerzési hatóságnak, amely önkéntes alapon befogadja a vállalkozások egyéni vagy kis mikrovállalkozásoknak az adatait munkavégzési területtel és tevékenységi hovatartozással, tehát területi lefedettséggel együtt. Ennek a hatóságnak az lesz majd a feladata, hogy a közbeszerzési eljárások kiírásakor felhívja a figyelmét azoknak a vállalkozásoknak, akik helyben, vagy legalábbis regionálisan képesek elvégezni egy beruházást. A magyar huszár is hungarikum lehet, mondta a huszárság történetének egyik kiemelkedő kutatója, Bene János. A Nyíregyházi Huszárok az első világháborúban című kiállítás Hajdúhadházi megnyitóján. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Bejutott a HEP Kupa 4-es döntőjébe a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák kedden a negyed döntőben a Hódmezővásárhelyt fogadták, és végigvezetve 87-67-re nyertek a vendégek ellen. 4 csengeri játékossal a pályán és csengeri edzővel a kispadján játszott 2 mérkőzést Székelyföldön a Magyar Futsal Liga válogatott. A csapat a Csíkszeredától és a Székelyudvarhelytől is vereséget szenvedett. A magyar huszár is hungarikum lehet, mondta a huszárság történetének egyik kiemelkedő kutatója, Bene János. A Nyíregyházi Huszárok az első világháborúban című kiállítás Hajdúhadházi megnyitóján. A Nyíregyházi Múzeum igazgató kiemelte, nem volt olyan hadszíntér, ahol a magyar huszárok ne harcoltak volna. Színes díszruhában, merészséggel, szabjával törtek előre valamennyi háborús helyszínen. Itt a Hajdúhadházi Vai Ádám kiképző bázis kiállító termében kapott helyet a Nyíregyházi Huszárok az első világháborúban című kiállítás. A tárlat többek között rollapokon mutatja be a huszárságot. Már lassan több mint 500 éves hagyományról van szó, hiszen a magyar huszár története valahol az 1400-as években kezdődött, és azt szeretnénk elérni, hogy a magyar huszár, mint olyan, hungarikummá váljon. A kiállítás megnyitóján a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár parancsnoka azt mondta, a magyar huszár nem véletlenül szerzett nevet a magyar és a világ történelemben, az utódok pedig követik a példát. A huszárság, mint eszmélyiségre én azt gondolom, mindenképpen szükség van. Nem így hívják a mai magyar katonát, a mai magyar honvédet,
külcsínyben nincsenek meg azok a jellegzetességek, ami a huszárt jellemezte, de én azt gondolom, hogy viselkedésben, szakmai tudásban, mentalitásban a mai magyar katona folyamatosan követi a huszár hagyományokat. A Hajdúhatházra érkezett tárlat a 14. huszárezred viseletét is bemutatja. Világos kék Attilája van, világos kék ment, amit most nem hoztunk el, buzérvörös csákó és buzérvörös nadrágja. És amit mondtam, hogy a legfontosabb fegyver a huszárnak, akkor még az első világháború elején a huszár szabja, vagy huszár kard volt, 904-ben hozták ezt a típust, amit látható. Ez egy... Szóval azért ez egy másfél kilós fegyver. Ez azért, ha lesújtottak az ellenségre, ennek volt ereje, ugye megvan szépen gerincelve, hogy ne törjen olyan könnyen. Van egy úgynevezett fokéle, ami azt jelenti, hogy lefelé sújt vele a huszár, de hogyha szorul a kapcsol, akkor visszafelé viszont megsért a lovat is. A múzeum igazgató hozzátette, szinte nem volt olyan hadszíntér, ahol a magyar huszárok ne harcoltak volna. A nyíregyháziak az első világháborút Galíciában, a mai Lengyelország területén kezdték, majd többek között Erdélyben és Olaszországban is harcoltak. Bejutott a HEB Kupa 4-es döntőjébe a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák kedden a negyed döntőben a Hódmezővásárhelyt fogadták, és végigvezetve 87-67-re nyertek a vendégek ellen. A 4-es döntőt február közepén rendezik Győrben. A nyíregyháziak az elődöntőben a TF Budapest ellen lépnek majd pályára. Az első percek kosárváltása után ellépett ellenfelétől a hazai csapat, és bár a vendégek igyekeztek tartani a lépést, 29-22-es nyíregyházi vezetéssel zárult a pontgazdag első negyed. A folytatás is hasonlóan alakult, a kék cápák uralták a mérkőzést, a második negyed végén került némi porszám a gépezetbe, amikor 5 pontra zárkózott fel a Hódmezővásárhely. Egy időkérés után azonban ismét elkapta a fonalat a házigazda, Cura utolsó pillanatban szerzett kosara pedig azt jelentette, hogy 12 pontos nyíregyházi előnynél vonultak a nagy szünetre a csapatok. A harmadik negyedben végleg elgyúlt a mérkőzés, a vendégek mindössze 8 pontot szereztek, szemben a hazai 17-tel, így a záró 10 perc már csak formalitás volt, magabiztosan győzött és jutott a 4-es döntőbe a valamennyi játékosát pályára küldő Nyíregyháza Blue Sharks. Jól kezdtük a mérkőzést, nem úgy, mint a Békés ellen, és ezért tudtuk átvenni a vezetést, és ezt végig meg tudtuk tartani a mérkőzés végéig. Összeraktuk a játékunkat, illetve a védekezésbe váltani tudtunk, és igazából megleptük őket, nem tudtak a védekezés ellen támadni, zónavédekezésünk ellen, illetve a váltás védekezésünk ellen, de nagyon örülök a győzelemnek. A csapatkapitány Nagy Krisztián 21 ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá a nyíregyháziak döntőbe kerüléséhez. Összeszedett volt a taktikánk, és el tudta viselni a csapat azokat a hibákat, ugye a ki nem kényszerített hibákat, amiket vétettünk, viszont rögtön ki is tudtuk javítani, illetve úgy gondolom, hogy a harmadik negyed végére a 15-20 pontos előnyt tudtuk tartani, és valahol egy kicsit megtörtük az ellenfelet. A negyedik negyed szinte már csak úgymond az idő lepergetése volt. Úgy éreztem, hogy a Vásárhely már nem motivált, nem akarnak ezért a mérkőzésért küzdeni. Mi viszont az utolsó pillanatig koncentráltan, fegyelmezetten játszottunk, mind a fiatalok is az utolsó pillanatokban, úgyhogy ennek köszönhetjük a győzelmet. A HEB Kupa 4-es döntőjét a Magyar Kupa döntőjével egy időben is egy helyszínen, február 16-a és 19-e között rendezik Győrben. A nyíregyháziakon kívül a Vasas második csapata, az Oroszlány és a Tehetséges Fiatalok Budapest került a fináléba. A kék cápák az elődöntőben utóbbi csapat ellen lépnek pályára. Addig azonban még 4 bajnoki meccs vár Nagy Krisztiánékra, elsőként szombaton 16:30-as kezdettel a Debrecent fogadják a kék cápák. 4 csengeri játékossal a pályán és csengeri edzővel a kispadján játszott 2 mérkőzést Székelyföldön a Magyar Futsal Liga válogatott. Bár a csapat a Csíkszeredától és a Székelyudvarhelytől is vereséget szenvedett, Szilágyi Sándor edző szerint felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a túrán. Az NB2-ben szereplő debreceni sportiskola, a Deac, a Pilis Csaba és a Csenger játékosai alkották azt a Magyar Futsal Liga válogatottat, amely 2 meccses túrára utazott a határon túlra. A nemzeti csapatban Szilágyi Sándor szövetségi edzőként a kispadon, Balog Árpád, Bodó Rihárd, Pankotai István és Rigó Attila pedig a pályán képviselte a csengeri csapatot.
tulajdonképpen egy elismerése volt a Csengérben az elmúlt 3 évben történteknek futszál terén, és nagyon nagy megtiszteltetés volt nekem is, és a srácoknak is, hogy elmehettünk erre a túrára Székelyföldre. Mind sportszakmai, mind azt mondom, hogy érzelmi szempontból is elég mély nyomokat hagyott bennünk, hiszen a srácoknak és nekem is hatalmas élményt jelentett, hogy címeres mezben magyar himnuszt hallgatva kezdhettünk el egy mérkőzést, és ugye még ráadásként ott volt mellett a Székely himnuszt mind a 2 meccsen. Én azt hiszem, hogy a srácokba is nagyon mély nyomokat hagyott ez a 2 meccs, hiszen láttam rajtuk meccs előtt is, a himnusz alatt, a bemelegítésnél, és sajnos a meccseknek az elején a játékukon is, hogy igencsak megfogta őket ez a helyzet. De azért elmondhatom, hogy a csengeri fiúk sem vallottak szégyent, nagyon jól játszottak, ezt több szakember is elismerte és megjegyezte ott a mérkőzések után. Bár a magyar csapat mindkét meccsén vereséget szenvedett, a Csíkszereda elleni találkozó legjobbjának Pankotai Istvánt, a Székely-Udvarhely elleni meccs legjobbjának pedig Balog Árpádot választották meg a szakemberek. Az első meccset Csíkszeredán játszottuk, a MB2-t veretlenül és toronymagasan vezető csíkszeredai csapat ellen, ahol 9-6-os vereséget szenvedtünk. Ezzel a meccsel kapcsolatban van egy kis hiányérzetem, mert ez egy nyerhető mérkőzés volt, hiszen első fél időben szinte végig vezettünk. Sajnos kijött az a rutintalanság, az a drukka srácokból, amiről az előbb beszéltem, és ott olyan hibákat követtünk el, főleg védekezésben, ami megbosszulta magát, és a hazaiok a lelkes közönségüket búzítása mellett ezt kihasználták, és megfordították a meccset. A második mérkőzést a sokszoros román bajnok Székely-Udvarhely csapatával játszottuk. El kell mondani a csapatra, hogy 5 román válogatott és 1 magyar válogatott játszott a csapatban, tehát az egy más kategória volt, hiszen mi csapatunk MB2-es játékosokból verúvált alakulat volt. Ott ugye 7-2-es vereséget szenvedtünk. Szilágyi Sándor elmondta, már tárgyalnak arról, hogy a vendéglátók a közeljövőben viszonozzák a látogatást. A tervek szerint március közepén Csengerben játszik majd 2 meccset valamelyik székelyföldi együttes. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. A tapasztalatok szerint az évelei áfacsökkentés miatt átlagosan 30-40%-kal megugrott a kereslet a csirkehús iránt január 1. 2 hetében. Ilyen fogyasztói árakra az elmúlt 10-15 évben nem volt példa Magyarországon. A felfokozott kereslet miatt a következő hónapokban áremelkedés várható a csirkehúsnál. Mintegy 40 000 programozó hiányzik a munkaerőpiacról. A súlyos helyzet miatt több cég már saját magának képez szakembereket, a piac pedig gyors tanfolyamokkal reagál a problémára. Van, ahol akár 18 hét alatt szerezhető piacképes szaktudás. A képzések iránt megnőtt az érdeklődés, hiszen egy kezdő programozó akár nettó 250 000 forintot is kereshet. Már a bekerülési minimum ponthatár elérésével felvehetik a diákokat a Debreceni Egyetem egészségügyi karára. A középiskolások ebbe az intézménybe is február 15-éig jelentkezhetnek. Nyíregyházán jelenleg 1350 hallgató folytatja tanulmányait. A tavaly elindított egészségügyi béremelés tovább növelheti az érdeklődők számát. A Kölcsei Televízió híradóját látták január 18-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Műsorainkért és további hírekért addig is látogassák a kölcseitv.hu-t. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a hazánktól délre örvénylő ciklon lassan legyengül és eltávolodik térségünktől, csütörtökön ezért már legyengül a szél és napos idő lesz jellemző, az éjjel csökken a felhőzet, néhol zúzmarás köd képződhet, csapadék nem lesz, az északi szél időnként megélénkül, reggel általában mínusz 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, csapadék nélkül. A változó irány
irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra mínusz 5 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban egy anticiklon nyugodt időt biztosít az országban, de az alsóbb rétegekben felgyülemlő nedvesség miatt erősödik a ködhajlam. Péntektől egyre több felé lesz borult, tartósan ködös az idő zúzmarával, helyenként hószálingózással, ónos szitálással. A hét végére némileg gyengül az éjszakai lehűlés, de napközben is fagyos marad az idő.